úgy érzem, hogy ezek a kis énekzene tagozatos kis gyerekecskék, akiket látunk a színpadon, hogy úgy igaz érzelmeket hordoznak, talán sikerült őket a lelküket megérinteni, és mikor leültünk csak négyesbe, mert ugye három misike van, akkor olyan sok mindenről beszélgettünk, és mondták a kis történeteiket, ezek a gyerekek, teljesen egyszerű gyerektörténeteket, és az volt a legizgalmasabb, hogy nekik az ugyanarról szólt, mint Móricznál a misi történet, tehát ez borzasztó érdekes. Gondolkoztam rajta, hogy leszek, de még nem tudom, hogy erre a pályára lépek-e. A színésznek lenni nehéz nagyon. Hát én nagyon jól éreztem magam a színházban, egy nagy kastélynak éreztem, hogy mindig mindenféle új dolgok vannak benne, a kellékeket, azokat nagyon szeretem. Igaz, hogy nem szabad hozzájuk nyúlni, de azért picit mindig. Meg, tehát nagyon tetszik az egész, és én nagyon szeretnék színész lenni. Most már eldöntöttem, hogy ez leszek. Barátát, várom messzi ismeretlen, a tudás az, mi fölemel. Várnak rád új év. Nagyon szeretnék. Igen, nagyon szeretnék. Nagyon szeretnék, és jó lenne, hogyha itt dolgoznék. Egybe köt, nem hullhat szét. Lesz lélektől lélekig. Itt azt látom, hogy attól a perctől kezdve, hogy a gyerekek elhitték azt, amit az ember mondott nekik erről a darabról, hogy helytől és kortól független az üzenete, attól a perctől kezdve élvezik a dolgot. Ha észhez térnék végre, ha jók lennénk, mint te, túl szép lenne. Hát nem volt, de felnőtt ennyi, soha, 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 soha.